Tamási városának német nemzetiségi önkormányzata számára a közösségépítés mellett fontos a hagyományok éltetése is. Ezúttal egy bálon adott lehetőséget erre az önkormányzat, ahol az érkezőket rozmaringgal díszített asztalok várták, amely természetesen nem véletlen. A tisztaságot jelképezi, és azt, hogy a svábok meg tudtak gyökerezni. A rozmarin olyan növény, ami gyorsan meggyökerezik, és hogy ezt is jelenti, ugye, hogy betelepedtek és Magyarországon nagyon gyorsan hazára leltek. A svábát már nagyon régóta szervezzük, és ugye mivel Tamási nem sváb település, mindig nem svábok is jöttek természetesen. Mindig nagyon nagy érdeklődés volt a svábbál után olyan emberek részéről is, akik csak szeretik a zenét, vagy tudják egy kicsit a hagyományokat, vagy ugye páriak itt voltak mindig közel Tamásihoz, és érdekesnek tartották, hogy jöttek be a piacon, és hogy svábul beszéltek, másképp öltöztek. Ugye a zenét azt sokan megismerték már lakodalmakból, meg egyéb helyekről, és így szimpatizáltak ez a kultúránkkal. És mindig voltak a Tamási város lakosai, sőt, ugye a környező településről is jöttek mindig a svábába. Megismertetjük velük. Azoknak szeretnék továbbadni, akik valamilyen gyökérrel rendelkeznek. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy én úgy nőhettem fel Páriban, egy zárt közösségben, ahol ez a zene olyan természetes volt, amit ma este hallunk, ez az igazán sváb zenei motívumok. A régi lakodalmi hagyomány éltetéseként csempészték be a bál szervezői a rozmaringot. Szerettünk volna most ezzel is egy hagyományt feleleveníteni, hogy rozmaring. És most adunk is még, akik bejönnek, ugye, mert a násznép a rozmaringot is kapott, és az jelképezte azt, hogy ők a lakodalomhoz tartoznak, hogy a rozmaring a kezükbe, vagy a férfiaknak így az akkorjukban volt. A városban régi hagyományai vannak már a sváb bál megszervezésének. A terem évről évre megtelik mulatni vágyokkal, ahol kulturális műsor eleveníti fel a hagyományokat. Elsőként a tamási Blumenkranz pedagógusokból álló kamarakórus érkezett egy dalcsokorral. Mára szervezők között is akad olyan, aki még gyermekként kezdte a bálozást a sváb hagyományokat éltető rendezvényen. Az én emlékeimben az él, hogy egészen kis lányként, még a szüleimmel, mint vendég vettem részt ezen a rendezvényen, és azóta most már második alkalommal szervezőként is itt vagyok. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó hangulatú bál szokott lenni minden évben itt a városban. A szervezéséről nem igazán tudtam korábban, hogy hogyan zajlott, de igyekszünk ugyanúgy továbbvinni mindent, és ugyanúgy megrendezni, mint ahogyan az elmúlt években is lezajlott ugyanazzal a zenekarral. A vendégekben is megvan az a kis közösség, akik minden évben itt vannak, és szerencsére egyre többen érdeklődnek. A szervezők gondoskodnak róla, hogy a meghívott fellépők már az est elején megalapozzák a jó hangulatot. A Vémindi német nemzetiségi férfi kar dalcsokra is ezt a célt szolgálta. Az évről évre visszatérő vendégek ki nem hagynák a lehetőséget, hogy sváb hangulatban tölthessék az estét barátokkal, ismerősökkel. Alapvetően én sváb családból származom, ahol már a hagyományok igazából feledésbe merültek. Ez az egyetlen egy pontja a mindennapoknak, az éveknek, folyamán 6.-7. éve veszek részt vendégként ezen a svábbálon, előtte 3-4-5 éven keresztül dolgozóként vettem részt. Nagyon szeretjük. Ez egy igazi, összetartó, jó kis rendezvény. Én azt gondolom, hogy a város legszínvonalasabb, az egyik legjobb rendezvény, a legjobb bálja, bulija.
Manapság egyre nehezebb feladat a nemzetiségi hagyományok becsempészése a mindennapokba. Erre talán az egyik legkézenfekvőbb megoldás a konyha lehet, ahol az emlékezetes sváb ízek talán még a múltat is megelevenítik. Az én családom szanaszét futott a világban, a svábság, a nagyapai, tehát a, nem is igaz, apai ágról érint engem. Én nekem inkább az ételek, ahogy a mamám gondolkodott, főzött, a mai napig alkalmazom ezeket a technikákat. Bál nincs jó zene és tánc nélkül. A fellépő kórusok megelevenítették a sváb dallamokat, a németkéri nemzetiségi tánccsoport pedig még a bál kezdete előtt gondoskodott róla, hogy a jelenlévők táncműsoruk alkalmával eleveníthessék fel a sváb táncok lépéseit. A rendezvény hagyományápoló jellegét az is mutatja, hogy a bálozók közül idén is sokan érkeztek a tamási svábbálba, népviseletbe öltözve.